Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter Adósságkalaúz Bevezető A kérdés valójában az, ki nem akar milliómos lenni. A közelmúlt legsikeresebb amerikai televíziós vetélkedőjének címe így hangzott, ki akar milliómos lenni. A műsor percek alatt rendkívüli népszerűségre tetszert, nem csak itt, de világszerte is. Például a Magyar Televízióban is a Legyen Ön is Milliómos című vetélkedő sorozat. Minden országban más-más házigazda vezette. A résztvevőknek természetesen csupán annyi volt a dolguk, hogy választ kellett adniuk néhány triviális kérdésre, és minden helyes válaszért több és több pénzt kaptak, amíg el nem érték a főnyereményt, az egymillió dollárt. A ki akar milliómos lenni kérdés közszájon forgó szólássá vált. Nézzünk szembe a tényekkel. Ha ennyi szó esik a médiában a pénzről, a meggazdagodásról, a tőzsde és a hatalmas lottónyereményekről, felmerül a kérdés, ki nem akar milliómos lenni. Igen, lehetséges egy millió dollárt nyerni egy televíziós vetélkedő műsorban. A lottón is lehet egy millió dollárt nyerni milliómossá válhatunk úgy is, hogy első kibocsátású részvényekbe fektetünk be. Így életünk hátralevő részét munkanélkül gazdagon tölthetjük. Jelenleg több mód kínálkozik a meggazdagodásra, mint bármikor eddig a történelemben. Talán ezért foglalkoztatja az embereket a világon mindenütt oly intenzíven a meggazdagodás vágya. Méghozzá a mielőbbi meggazdagodási. Nemrégiben Gazdag Papa, Szegény Papa című könyvemről beszéltem a televízióban. A riporter nekem szegezte a kérdést. Ugyan már, vallja be az igazat. Nem egyszerűen azért írta ezt a könyvet, hogy kihasználja az országos, gyors meggazdagodási őrületet? Kérdése őszintén meglepett, szinte alig találtam szavakat. Miután összeszedtem a gondolataimat, azt feleltem. Tudja, ez még sosem jutott eszembe. Értem, miért gondolja, hogy pusztán ezért írnék könyvet. Bár csak azt mondhatnám, ilyen okos vagyok. Elég okos ahhoz, hogy éppen a megfelelő történelmi pillanatra időzítsem a könyvem megjelentetését, de attól tartok, nem vagyok ennyire okos. Azért írtam a könyvet, mert el akartam mondani két apámtól tanult történeteimet a pénzről. Amikor 1997-ben elkészültem a könyvvel, minden könyvesbolt és könyvterjesztő elutasította. Igaz, 1997-ben még nem ment a tévében a ki akar milliómos lenni. Rövid szünet után így folytattam. Könyvem valójában épp az ellenkező üzenetet hordozza, mint ezek a tévéműsorok a tőzsdei milliómosokról és a lottónyereményekről. Ismét elgondolkodtam, majd hozzátettem tényleg jellemző manapság, hogy az emberek gyors meggazdagodásra vágynak, de az én könyvem, bár a meggazdagodásról szól, korán sem a gyors meggazdagodásról. A riporter bólintott, és kétkedő mosoly jelent meg az arcán. Ha ön nem a gyors meggazdagodási mánia szószólójának vallja magát, akkor mit hirdet? Hogyan gazdagodjunk meg? Talán lassan? Éreztem a hangsúlyában a gúnyt, és ez provokált. Több millió tévénéző előtt kénytelen voltam nyugalmat erőltetni magamra. Ezért kényszeredetten elnevettem magam faragatlan megjegyzésén, és így feleltem. Nem, a könyvem nem a gyors vagy lassú meggazdagodásról szól. Azután csak mosolyogtam, és vártam a következő kérdést. A csönd nyomasztó volt, de megőriztem a nyugalmamat, amennyire lehetett, és vártam. A riporternő mosolygott, majd megkérdezte. Akkor hát miről szól a könyve? Visszamosolyogtam, és azt feleltem. A meggazdagodás áráról. Az áráról? kérdezett vissza. Ezt hogy érti? Ekkor a producer intett neki, hogy lejárt a műsoridő. Erre ő sürgetni kezdte a válaszomat, mire a következő szavakkal fejeztem be a beszélgetést. A legtöbb ember gazdag akar lenni. Csak az a baj, hogy kevesen hajlandók megfizetni az árát. Az interjú véget ért. A házigazda megköszönte, majd bevágták a záró reklámot. Sajnos nem mondhattam el, mit értek a milliómossá válás árán. Ez a könyv adja meg a választ, amelyre a tévében nem jutott idő. Kifizeti meg az árat? Az amerikai egészségügyi, oktatásügyi és népjóléti minisztérium 20 és 65 év közötti embereken végeztetett felmérést. A következő eredményekre jutott: 65 éves korára 100 emberből 1 ember gazdag, 4 ember jómódú, 5 ember még mindig dolgozni kénytelen, 54 ember családi vagy állami támogatásból él, 36 ember halott. Ráadásul a gazdag 1 százalék 35 százaléka örökölte a vagyonát, csak úgy, mint a jómódú 4 százalék jelentős hányada is. Hozzátenném, hogy a Forbes magazin definíciója szerint gazdag az, akinek éves jövedelme meghaladja az 1 millió dollárt. Az utóbbi tíz év gazdasági fellendülésének hatására nőtt a gazdagok és a jómódúak száma. A kérdés továbbra is az, mit tett a csúcson lévő 5 amit a többiek nem tettek meg. Milyen árat kellett fizetnie annak az 5 nak amit a többiek nem fizettek meg. Ha nagy házad van, gazdag vagy? Ifjúkoromban gazdag apám elvitt egy nagyon gazdag környéken lakó osztálytársam házához. Megkérdeztem, hogy az osztálytársam apja gazdag-e. Gazdag apám nevetve így felelt. Egy jól fizető állás, egy nagy ház, a szép autók és pazarnyaralások még nem jelentik azt, hogy valaki gazdag. Sőt, lehet, hogy éppen az ellenkezőjéről árulkodnak. Aki nagy lábon él, nem feltétlenül okos vagy művelt. Előfordul, hogy éppen nem az. A legtöbben elég bölcsek vagyunk ahhoz, hogy megértsük, mit értett gazdag apám ezen az állításán. Mégis azt hiszem, többek között azért lottóznak kitartóan oly sokan, mert ők is szép, nagy házat, drága autót és számos egyéb pénzért megvehető játékszert szeretnének. Lehet milliókat nyerni alotton, de erre vajmi kevés az esély. Ahogyan egy nagy ház nem feltétlenül jelent gazdagságot, épp úgy a csúcson levő egy százalék sem azt az árat fizette a meggazdagodásért, hogy a tévé előtt ült, vetélkedőket nézett, vagy a szerencse számaira fogadott. Milyen árat kell fizetni, hogy milliómosok lehessünk? Sokféle módon lehet meggazdagodni. A lottónyeremény vagy egy tévés vetélkedő megnyerése csupán két példa. Úgy is meggazdagodhatunk, hogy a fogunkhoz verjük a garast, csalókká válunk, esetleg házasságra lépünk egy milliómossal. Sokan buzgón keresnek maguknak milliómos házastársat. Persze tudnunk kell, bármilyen módon igyekszünk nagy vagyonhoz jutni, az árat nem mindig pénzben mérik. A televíziós vetélkedők nézőinek és a lottózóknak döntő többsége sosem gazdagszik meg, és ez igencsak borsos ár. Vannak a meggazdagodásnak sokkal jobb módjai is, sokkal nagyobb nyerési eséllyel, de a legtöbben nem hajlandók megfizetni az árát. Léteznek módszerek, ahol az esélyek oly kedvezőek, hogy szinte garantált a meggazdagodás. De ezekkel is az a baj, hogy a legtöbben nem akarják megfizetni az árát. Ezért van, hogy az egészségügyi, oktatásügyi és népjóléti minisztérium felmérése szerint a világ leggazdagabb országában száz emberből mindössze egy gazdag. Mindenki milliómos akar lenni, de nem fizetik meg az árát. Mit értett tehát gazdag apám az áron, az árfogalmának egy másik példája magyarázza meg legjobban a gondolatot. Tegyük fel, hogy azt szeretném, bár csak olyan testem lenne, mint Arnold Schwarzeneggernek. A legtöbben azt javasolnák. Nosza, vedd fel a futócipődet, fuss naponta öt mérföldet, járj edzőterembe, edz napi három órát, és ne tömd a fejedet pizzával. Erre én azt kérdezném. Lehetne esetleg másképpen is olyan testem, mint Arnold Schwarzeneggernek? Ezt értem az ár alatt. Emberek milliói szeretnék, hogy szép testük legyen, de csak kevesen hajlandók megfizetni az árát. Ezért keresnek horribilis összegeket az olyan reklámok hátterében álló cégek, amelyek azt hirdetik, fogyhat és közben ehet amennyi jól esik. Vagy úgy nézhet ki, mint ez a gyönyörű modell, torna és fogyókúra nélkül. Legyen szó pénzről, szexis külsőről, nagyszerű kapcsolatokról, boldogságról vagy bármi egyébről, amire az emberek vágynak, a Madison Avenue kampányt szervez és megígéri, hogy gyorsan és könnyedén elérhetjük célunkat. A legtöbb reklámozott termék azonban nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, és ezért nem a termék a hibás, hanem az emberek, akik megveszik, de nem hajlandók elvégezni a munkát, vagy megfizetni az árat. Gyakran eszembe jut egy bizonyos 385 dolláros ingatlan befektetésről szóló tanfolyam, amelyet egy televíziós reklám hatására végeztem el sok évvel ezelőtt. Emlékszem, a csatornákat váltogattam, kezemben a távkapcsolóval, és egyszer csak megláttam a hirdetést. Arra biztatott, hogy vegyek részt egy ingyenes egyestés szemináriumon a Waikiki tengerparton lévő Hilton Hawaiian Village szállodában, amely éppen az akkori lakásom mellett volt. Telefonon azonnal jelentkeztem az ingyenes szemináriumra, részt vettem rajta, majd beiratkoztam a következő 385 dolláros hétvégi szemináriumra. Akkoriban még a haditengerészetnél voltam, így elhívtam magammal egy pilótatársamat is. Neki egyáltalán nem tetszett a szeminárium, rablásnak, időpazarlásnak nevezte, és visszakérte a pénzét. Később a támaszponton azt mondta, tudtam, hogy rablás lesz az egész, nem kellett volna rád hallgatnom. Nekem egészen más élményt jelentett a tanfolyam. Elolvastam az ajánlott könyveket, meghallgattam a kazettákat, és több millió dollárt kerestem az ott tanult információval. Évekkel később egy barátom azt mondta, a pilóta társaddal az volt a baj, hogy túl okos volt, semmit sem nyújtott neki a tanfolyam. De elég buta voltál hozzá, hogy higgy az oktatónak, és megtetted, amire tanított. Azóta is azt ajánlom mindenkinek, járjon tanfolyamokra, hogy megtanulja az ingatlanvásárlás, a cégalapítás, a tősdézés vagy bármi más alapjait. Gyakran hallok olyan véleményeket, de mi van, ha a tanfolyam nem ér semmit? Mi van, ha csak a pénzemet akarják? Mi van, ha nem tanulok semmit? Egyébként sem akarok vécéket szerelni, vagy éjszakai telefonhívásokat kapni a bérlőimtől. Az ilyesmire általában az a válaszom. Akkor jobb, ha nem iratkozol be a tanfolyamra. Biztosan csak a pénzed bánja. Azt tapasztalom, hogy sok ember keresi a módját, hogy valahogyan jobbá tehesse az életét. Az a baj, hogy amikor megtalálja, nem tetszik neki. Ahogyan nekem sem tetszik az a válasz, hogy ne tömd a fejedet pizzával, és súlyzóz napi három órát. Vagyis egészen addig nem imádkozom olyan testért, amilyen Arnold Schwarzeneggeré, amíg nem kapok nekem tetsző választ. A legtöbben azért nem gazdagszanak meg, mert nem tetszenek nekik a válaszok, melyeket kapnak. És szerintem nem is a válasz a lényeg, hanem az ár, amely a válaszban elhangzik. Valójában az nem tetszik az embereknek. Gazdagapám azt mondta, a legtöbb ember gazdag akar lenni, csak nem akarja megfizetni az árát. Nos, ebben a könyvben arról lesz szó, milyen árat kell fizetni a meggazdagodásért, hogy ne kelljen garasoskodnunk, erkölcstelenné, csalóvá válnunk, és ne kelljen összeházasodnunk sem egy gazdag emberrel. Megtanulható belőle, hogyan lehetünk gazdagok, gazdag életstílus mellett. De ennek ára van. És ahogyan gazdagapám gyakran felhívta a figyelmemet annak idején, a dolgok árát nem mindig pénzben mérik. Elmondom a válaszokat és azt, hogy milyen árat fizettem én. Akinek nem tetszenek az én válaszaim vagy gazdagapám válaszai, gondoljon arra, hogy a meggazdagodásnak többféle módja létezik. Mindig lesz új lottó, és lesznek új tévés ahol felteszik a kérdést. Ki akar milliómos lenni? Első fejezet A garasoskodás ára A dolgok árát nem mindig pénzben mérik. Gazdag papa Sok könyv buzdít a spórolásra és az igénytelen életmódra. Számos úgynevezett pénzügyi szakértő írásban, szóban, a rádióban és a televízióban a hitelkártyák szétvagdosása, a takarékoskodás, nyugdíjtervünk maximális feltöltése, a használt autók, a kisebb házak, a vásárláskor kedvezményeket nyújtó kuponok használata, a kiárusításokon való vásárlás, az otthoni étkezés – az idősebb testvérek ruháinak a kisebbnek való továbbadása, az olcsóbb nyaralás és hasonlók mellett. Ezek kitűnő ötletek sok ember számára, és bár a garasoskodásnak van helye és ideje, a legtöbben mégsem szeretik ezeket az ötleteket. A legtöbb ember valójában örömét leli a pénzért kapható luxusban. A legtöbben boldogabbak tőle, ha nagyházban laknak, új autót vezetnek, szórakoztató játékszereket vehetnek meg, és drága nyaralásokon vehetnek részt, mintha egy bankban heverne a pénzük. A legtöbben hajlamosak vagyunk egyetérteni azokkal a bölcsgurúkkal, akik garasoskodásra és gazdasági abstinenciára szólítanak fel. Ugyanakkor a lelkünk mélyén sokan vágyunk egy platina hitelkártyára, melyel korlátlanul költekezhetünk. És gazdag bácsikánk fizeti, akinek több pénze van, mint az arab olajsejkeknek, a svájci magánbankoknak és Bill Gatesnek együttesen. Miközben a legtöbben örömünket lejjük a pénzért kapható csodálatos dolgokban, tudjuk, hogy a szórakozás, a drága, előkelő dolgok iránt érzett oldhatatlan vágyunk dönt anyagi romlásba és az evágyak szülte anyagi gondok mondatják a pénzügyi gurukkal, hogy vagdossák szét hitelkártyáikat, éljenek igénytelenül, vegyenek használt autót. Gazdag apám ezzel szemben sosem mondta nekem, hogy vagdoss szét a hitelkártyáidat. Sosem mondta, hogy élj igénytelenül. Miért tanácsolt volna nekem olyasmit, amiben ő személy szerint nem hitt? A kuporgatásról az volt a véleménye, meg lehet gazdagodni garasoskodással, de a baj az, hogy gazdagon is garasoskodsz. Szerintem nincs értelme igénytelenül élni és gazdagon meghalni. Miért akarna bárki is igénytelenül élni és gazdagon meghalni, hogy azután a gyerekei éljék fel az ember spórolt pénzét a temetése után? Gazdagapám azt tapasztalta, hogy az egész életükben kuporgató emberek gyerekei gyakran éhes hiének módjára viselkednek a szüleik halála után. Ahelyett, hogy élveznék az örökségüket, marakodnak a pénzen, és csak hamar a nyakára hágnak mindannak, amit az őket megillető résznek neveznek. Gazdagapám az igénytelen élet helyett arra bíztatott. Ha akarsz valamit, derítsd ki, mi az ára, és fizesd meg. De ne feledd, mindennek ára van. És ha garasoskodva gazdagodsz meg, annak az az ára, hogy gazdagon is garasoskodsz majd. A meggazdagodás különböző módjai Gazdagapám azt is elmondta, gazdag lehetsz, ha elveszel valakit a pénzért. Ennek az árával mindannyian tisztában vagyunk. Egy New Yorkban élő volt osztálytársam sűrűn hajtogatta, ugyanolyan könnyű gazdag nőt elvenni, mint szegényt. A diploma után beházasodott egy nagyon gazdag családba, ahogyan tervezte. Én személy szerint jellemtelen alaknak tartom, de ő így lett gazdag. Meggazdagodhatunk csalással is. Ennek is ismerjük az árát. Gyerekkoromban azt hittem, a csalók állarcot viselnek és bankot rabolnak. Ma már tudom, hogy sok csaló sötét öltönyt, fehér inget és piros nyakkendőt visel, és gyakran közösségük megbecsült tagjai. Akadnak olyanok is, akik a kaszinóban, a lóversenypályán vagy a lotton gazdagszanak meg, Esetleg vakon bedobják a pénzüket a tőzsdére. Ennek is ismerjük az árát. A dotcom mánia idején számos emberrel találkoztam, akik örömest kitöltöttek egy csekket, ha valaki azt mondta nekik: Internetes céget alapítok. Meg lehet gazdagodni úgy is, hogy az ember erőszakos fráter, és minnyáján tudjuk, mi történik az erőszakos fráterekkel alkalmasint találkoznak egy náluk is megtermettebb erőszakos fráterrel, vagy azt tapasztalják, hogy csak azok az emberek hajlandók velük üzletelni, akik élvezik, ha erőszakot alkalmaznak velük szemben. Végül, ahogyan korábban leírtam, lehetünk gazdagok garasoskodással, de mindannyian tudjuk, hogy a világ többnyire lenézi a garasoskodó gazdagokat. Az olyan embereket, amilyen Scrooge Charles Dickens klasszikus művében, a karácsonyi énekben. A legtöbben ismerünk olyanokat, akik mindig nagyobb kedvezményt akarnak kicsikarni, siránkoznak a számlák miatt, vagy, ami még rosszabb, valamilyen mondva csinált indokra hivatkozva nem fizetik ki a számláikat. Egyik barátom, egy ruhaüzlet tulajdonosa, gyakran panaszkodik az olyan vevőkre, akik megvesznek egy ruhát, felöltik az estére, aztán néhány nappal később visszaviszik és visszakérik a pénzüket. És persze vannak olyanok is, akik öreg autót vezetnek, lehordott ruhákban járnak, olcsó cipőket vesznek, szegényesen néznek ki, miközben több millió dollárjuk fekszik a bankban. Jól lehet, ezek az emberek meggazdagodhatnak, de az e -fajta viselkedésért pénzben nem mérhető, igen magas árat kell fizetniük. Én magam is küzdök néha a garasoskodással, és látom, mennyivel kedvesebben mosolyognak rám az emberek, és mennyivel jobban szeretnek, amikor nagyvonalú vagyok. Ha például a jó szolgáltatást borravalóval díjazom, az más módon megtérül. Magyarán szólva, az emberek általában jobban szeretik a nagyvonalú embereket, mint a garasoskodókat. Bárki lehet gazdag? Gazdag apámmal sokat beszélgettünk a gazdagságról. Azt mondta, mindenki más árat fizet. Azt is mondta, csak a lusta emberek gondolják, hogy az életnek könnyűnek kell lennie. Nem elégített ki a válasza, ezért tovább kérdezősködtem, mit ért az alatt, hogy mindenki más árat fizet. Így felelt. Szeretném hinni, hogy minnyájan egyedi adottságokkal születünk erre a világra. Olyanokkal, mint az éneklés, a festés, a sport, az írás, a szülői gondoskodás, a szónoklás, a tanítás, stb. De, bár Isten ránk ruházta ezeket az adottságokat, rajtunk múlik, hogy fejlesztjük-e őket. És gyakran e tehetségek fejlesztése az ár. A világban hemzsegnek az okos, tehetséges emberek, akikre mégsem mondhatjuk, hogy anyagilag, szakmailag vagy emberi kapcsolataikat illetően sikeresek lennének. Mindannyiunknak vannak adottságai, ugyanakkor minnyájunknak szembe kell néznünk személyes kihívásokkal is. Senki sem tökéletes. Mindenkinek vannak jó és rossz tulajdonságai, erősségei és gyengéi. Ezért mondom, hogy mindenki más árat fizet hiszen minnyájunknak más problémákat kell leküzdenünk. Csak a lusta emberek gondolják, hogy az életnek könnyűnek kell lennie. Nem tudom, igaz-e, amit gazdagapám a lusta emberekről mondott. Azt azonban tudom, hogy nekem hasznomra vált, amikor rajta kaptam magam, hogy panaszkodom, mert nehézségekkel kerültem szembe, vagy mert a dolgok nem az én számíze szerint alakultak. Amikor azt találom mondani, bár csak könnyebben mennének a dolgok, tudom, hogy ellustulok. Tehát, amikor azon kapom magam, hogy szeretném, ha könnyebben mennének a dolgaim, megállok, ellenőrzöm a hozzáállásomat, és felteszem magamnak a kérdést, milyennek a hozzáállásnak az ára hosszú távon. Nem arról van szó, hogy nem keresem a könnyebb utat. Csak tudom, mikor vagyok lusta, garasoskodó, vagy mikor viselkedem úgy, mint egy elkényeztetett gyerek. Azután megkérdezem magamtól, vajon milyen árat kell fizetnem ezért a viselkedésért. Ha megfizetjük az árat, pénz a jutalom. Gazdagapám azt is mondta. Kérdez meg bárkit, aki gazdag, híres vagy sikeres, biztos vagyok benne, hogy mind azt fogják mondani, vannak személyes kihívásaik, démonaik, melyekkel nap mint nap szembe kell nézniük. Tehát nincs ingyen vacsora. Az én kihívásom az volt, hogy nem voltam iskolázott, és nem volt pénzem, amikor elindultam. Családom volt, melyet el kellett tartanom, amikor apám meghalt. 13 éves koromban kellett szembenéznem ezzel a kihívással, és ez még csak a kezdet volt. De sikerült megfizetnem az árat, és végül nagy vagyonra tettem szert. Utólag belátom, a pénz volt a jutalom, amiért megfizettem az árat. A biztonság ára Gazdagapám az évek során mindig gondoskodott róla, hogy Mike és én mindennek ismerjük az árát. Amikor apám, akit szegényapámnak hívok, azt ajánlotta, keres biztosállást, gazdagapám így replikázott. Ne feledd, a biztonságnak ára van. Megkérdeztem, mi az ára, mire azt mondta. A legtöbb embernek személyes szabadságával kell fizetnie a biztonságért. Szabadság nélkül pedig sokan egész életükben robotolnak a pénzért, ahelyett, hogy megélnék az álmaikat. Nekem túl magas ára biztonságért, hogy le kell mondanom az álmaimról. Hozzáfűzte szokásos vélekedését az adókról is. Akik a biztonságot részesítik előnyben a szabadság rovására, azok több adót is fizetnek. Ezért adóznak többet azok, akiknek biztos állásuk van, mint akik saját vállalkozásukban dolgoznak. Eltartott néhány napig, mire a gondolat nagyszerűsége leüllepedett bennem. Amikor legközelebb találkoztam gazdagapámmal, megkérdeztem. Választanom kell a biztonság és a szabadság között? Vagyis csak az egyik lehet az enyém? Gazdagapám nevetett, amikor rájött, milyen sokat gondolkodtam a megjegyzésén. Nem, felelte még mindig nevetve. Nem kell csak az egyiket választanod. Tiéd lehet mindkettő. Úgy érted, enyém lehet a biztonság is, meg a szabadság is? Kérdeztem. Persze, mondta. Nekem is megvan mindkettő. Akkor miért mondtad, hogy a legtöbb embernek a személyes szabadságával kell fizetnie a biztonságért? Hogyan lehet neked meg mindkettő, ha a legtöbb ember szerinted csak az egyiket választhatja? Mi a különbség? Az ár, felelte gazdagapám. Már mondtam neked, hogy mindennek ára van. A legtöbben hajlandók megfizetni a biztonság árát, de nem hajlandók megfizetni a szabadságét. Ezért van, hogy a legtöbb embernek csak az egyik jut osztály részül. Vagy ez, vagy az. És miért van meg neked mindkettő? kérdezte Mike, aki éppen ekkor lépett be a szobába, és csak egy részét hallotta a beszélgetésnek. Mert én mindkettőnek megfizettem az árát, mondta gazdagapám. Én megfizettem a biztonság és a szabadság árát is. Olyan ez, mint amikor az embernek két autója van. Mondjuk szükségem van egy teherautóra, de kell egy sportkocsi is. Ha mindkettőt akarom, mindkettőért fizetnem kell. A legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy csak az egyikért fizet. Akkor is fizetünk érte, ha nem fizetjük meg az árát, tette hozzá. Tehát ára van a biztonságnak és a szabadságnak is. Te mindkettő árát megfizetted. Megismételtem gazdagapám mondatait, hogy jobban megértsem a mondani valóját. Gazdagapám bólintott. Igen, de hadd egészítsem ki az eddigieket még egy dologgal, hogy világossá tegyem, hogyan fizetem én meg mindkettő árát. Tudod, mindenki fizet mindenképpen. Akkor is fizetünk, ha nem fizetjük ki az árat. – Micsoda? – kérdeztem. Összeráncolt homlokkal hitetlen kedve ráztam a fejemet. Úgy tűnt, gazdagapám ezúttal rébuszokban beszél. – Hadd magyarázzam meg – mondta, és a kezével nyugalomra intett bennünket. Emlékeztek rá, hogy pár napja segítettem nektek megcsinálni a fizika házi feladatotokat? Newton törvényét tanultátok. Mike és én bólintottunk. Emlékeztek a törvényre, hogy minden hatás ugyanakkora ellenhatást vált ki? Ismét bólintottunk. Ezen az elven alapul a sugárhajtású repülőgép működése, mondta Mike. A motor hátrafelé hajtja a forró levegőt, ezáltal a repülőgép előre halad. Úgy van, mondta gazdagapám. Newton törvényei egyetemesek, így hát mindenre vonatkoznak, nem csak a repülőgépek motorjára. Gazdagapám ránk szegezte tekintetét, hogy megbizonyosodjék róla, tudjuk követni. Mindenre, ismételte meg, hogy biztosan megértsük. Rendben van, mindenre, mondta Mike, akit kissé zavart az ismétlés. Gazdagapám gyanította, hogy nem egészen világos számunkra, mi az a minden, ezért így folytatta. Mindenen azt értem, hogy valóban mindenre. Emlékeztek, mit tanítottam nektek a pénzügyi kimutatásokról? Emlékeztek rá, hogy azt mondtam, ahhoz, hogy kiadás mutatkozzék, valahol máshol bevételnek kell szerepelnie? Most már kezdtem kapizsgálni, mit ért az alatt, hogy minden. Newton egyetemes törvénye a pénzügyi kimutatásokra is igaz. Tehát minden eszközhöz tartozik egy forrás tettem hozzá, hogy biztosítsam róla gazdag apámat, kezdem érteni a gondolatmenetét. Az egyetemes törvények mindenre vonatkoznak. És ahhoz, hogy valami fönt legyen, valami másnak lent kell lennie, tette hozzá Mike. És ahhoz, hogy valami régi legyen, valami másnak újnak kell lennie. Ahogyan Einstein mondta, minden relatív. Helyes, dicsérte gazdag apám mosolyogva. És hogyan vonatkozik ez a biztonságra és a szabadságra, és arra, hogy te kész vagy két árat fizetni? kérdezte Mike. Jó kérdés, nyugtázta gazdag apám. Fontos, mert ha nem fizeted meg a két árat, sosem kapod meg, amit akarsz. Vagyis, ha nem fizeted meg mindkét dolog árát, nem kapod meg, amiért először fizettél. Micsoda? kérdeztem vissza. Ha nem fizetsz kétszer, nem kapod meg, amit kifizettél. Gazdag apám bólintott és újra magyarázatba fogott. Akik csak a biztonságért fizetnek, lehet, hogy sosem érzik magukat teljes biztonságban. Ilyen a munkahelyi biztonság. Talán a biztonság illúzióját nyújtja, de az ember sosem érezheti magát igazán biztonságban. Tehát hiába hiszi apám, hogy biztos állása van, a lelkeméjén mégsem érzi magát igazán biztonságban? Kérdeztem. Így igaz, mondta gazdagapám. Ő ugyanis csak a hatásért fizet, de a belső ellenhatásért nem. Minél többet dolgozik a biztonságért, vagy fizet érte, annál inkább fokozódik benne a bizonytalanság érzet. Mindenképpen a bizonytalanság érzet az ellenhatás, kérdezte Mike. Jó kérdés, dicsérte meg gazdagapám. Lehet más is az ellenhatás. Előfordulhat, hogy valakinek olyan sok biztonság jut ki, hogy az ellenhatás az unalom vagy a nyughatatlanság. Az illető állandóan tovább akar lépni, de nem teszi, mert akkor feladná a biztonságot. Ezért mondtam, hogy mindenkinek más-más kihívásokkal kell szembesülnie, és mindenki egyedi. Egyediek vagyunk, mert nem ugyanúgy reagálunk a dolgokra, mint mások. Például vannak, akik pánikba esnek, ha kígyót látnak, mások meg örülnek neki. Tette hozzá. Mi a lényeg ennek a szellemi torna gyakorlatnak? Kérdeztem. Arra való, hogy elgondolkodtasson, felelte gazdagapám. Azt akarom, jegyezzétek meg jól, hogy mindennek ára van, és hogy az ár gyakran a duplája annak, amennyinek tűnik. Ha Newton törvényének csak az egyik oldalát fizetjük meg, úgy gondolhatjuk, kifizettük az árat, mégsem kapjuk meg, amit akarunk. Tudnál mondani néhány példát? kérdeztem. Mondhatok általános példákat, de, ahogy említettem, mindannyian egyediek vagyunk. Általános szabályként azt lehet megfogalmazni, hogy minden helyzetnek két oldala van. A legjobb munkaadó például többnyire alkalmazottként kezdte pályafutását. Alkalmazottként szerzett tapasztalatait hasznosítja vezetési stílusában, annak alapján kezeli a beosztottait. Akkor a jó munkaadó becsületes és úgy bánik az alkalmazottaival, ahogyan szeretné, ha vele bánnának? Kérdeztem. Pontosan. Helyeselt gazdagapám. Vegyünk egy szélsőséges példát, mi kell ahhoz, hogy valaki jó nyomozó legyen? Jó nyomozó, csattantunk fel Michael egyszerre, mert azt gondoltuk, gazdagapám most eltér a tárgytól. Igen, jó nyomozó, ismételte meg gazdagapám. Egy jó nyomozónak először is becsületesnek, erkölcsösnek és maximálisan tisztességesnek kell lennie. Így van? Remélem, mondta Mike. De ahhoz, hogy valaki jó nyomozó legyen, tudnia kell a csalók agyával gondolkodni, illetve úgy, ahogyan az erkölcstelen, törvényt nem tisztelő, becstelen emberek gondolkodnak. Folytatta gazdagapám. Emlékeztek Newton törvényére, ugye? Nem lehet valaki jó nyomozó, ha nem tud a jó bűnöző agyával is gondolkodni. Mike és én bólintottunk. Végre kezdett világossá válni előttünk, hova akar kiukadni gazdag apám ezzel a tanításával. Ezért van tehát, hogy aki garasoskodással akar meggazdagodni, sok tekintetben ugyanolyan szegény marad, mint az, akinek nincs pénze. Gazdag apám tovább beszélt. És ezért van, hogy aki csak a biztonságra törekszik, sosem érzi magát igazán biztonságban. Vagy hogy aki alacsony kockázatú befektetéseket keres, sosem érzi, hogy a befektetés biztonságos, és akinek mindig igaza van, az végül téved. Ezek az emberek csupán az egyenlet egyik oldalának árát fizetik meg, de adósok maradnak a teljes árral. Megszegik az egyetemes törvényt. Mike közbeszólt. Ezért kellenek ketten a verekedéshez. És ha valaki jó nyomozó akar lenni, annak jó bűnözőnek is kell lennie. A kockázat csökkentéséhez kockázatot kell vállalni. Ha az ember meg akar gazdagodni, tudnia kell, milyen szegénynek lenni. Hogy tudjuk, mi a jó befektetés, ismernünk kell a rosszat is. És ezért mondják, hogy a befektetés kockázatos. Tettem hozzá. A legtöbben úgy vélik, ahhoz, hogy biztos befektetésük legyen, meg kell elégedniük kisebb megtérüléssel. Ezért tartják oly sokan betétszámlán a pénzüket. A biztonság érdekében teszik be, és elfogadják a kevesebb kamatot a biztonságért cserébe. Az igazság azonban az, hogy az infláció felemészti a pénzüket, és a kamat után még magas adót is kell fizetniük. Tehát a pénz nincs igazán biztonságban a bankban. Gazdagapám apám ellentmondott: Jobb, ha van pénzünk a bankban, mint ha nincs. De az igaz, hogy nem olyan biztonságos dolog, mint hiszik. A biztonság eme illúziójának is ára van. Mike az apjához fordult, és így szólt. Mindig azt mondtad, hogy lehet az embernek kiskockázatú befektetése magas hozammal. Igen, felelte gazdagapám. Viszonylag könnyű 20-50 százalék megtérülést elérni anélkül, hogy magas adót kellene fizetni, vagy hogy túl sok saját pénzt kellene felhasználnia annak, aki tudja, mit csinál. És a biztonság is garantált. Tehát azt akarod mondani szólalt meg Mike, hogy te magasabb árat fizettél, mint amire az átlagos befektető hajlandó. Gazdag a bólintott. Hisz tudjátok, mindennek ára van és nem mindig pénzben kell fizetni. A garasoskodás ára Amikor a pénzügyi guruktól azt hallom, vagdossátok szét hitelkártyáitokat, vegyetek használt autót, éljetek igénytelenül, tudom, hogy jót akarnak. És tanácsuk megfelelő a legtöbb ember számára. De ahogyan gazdagapám mondta, mindennek ára van és a garasoskodással való meggazdagodásnak az az ára, hogy az ember továbbra is igénytelen marad. És szerintem nagyon magas ára az, ha az ember gazdagon, de igénytelenül éli az életét. Gazdagapám azt is mondta. Nem a hitelkártyákkal van a baj, hanem a hitelkártyával rendelkező személyek pénzügyi tudatlanságával. A pénzügyi műveltség megszerzése is része az árnak, amit a meggazdagodásért fizetni kell. Ezért van, hogy oly sokaknak nem tetszik a hitelkártyák felvagdosásának ötlete, és az sem, hogy lejjebb adják az igényeiket. Azt hiszem, a legtöbben, ha van választási lehetőségük, inkább gazdagokként élveznék az életet, és gazdag életet élnének. És erre meg is van a lehetőségük, ha hajlandók megfizetni az árát. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!